Ötnapos lesz idén a Kisfaludi Színházi Fesztivál, július 1-e és 5-e között várják a közönséget, változatos és színvonalas programokkal, előadásokkal. Kisfaludi Sándor színházteremtő tevékenységének állítanak emléket a fesztivállal, annak apropóján, hogy 1831. július 2-án nyitotta meg kapuit a Magyar Nemzeti Játékszín. Most különösen fontos volt számunkra, hogy Kisfaludit egy kicsit előtérbe toljuk, hiszen 250 évvel ezelőtt született, és ezt szeretnénk méltó módon megünnepelni. Nem csak a szobornál tartott ünnepélyes koszorúzással. Másodikán szerettünk volna kedvébe járni a nézőknek, ugyanis tavaly elmaradt egy Válaszfalak című produkció Hernádi Judit és Kern András főszereplésével, és ott megígértük a türelmesen várakozó nézőknek, hogy ezt visszahozzuk, ezt az előadást, úgyhogy ezt megtekinthetik majd július 2-án szombaton. Harmadikán egy kicsit a családoknak és a tánckedvelőknek szerettünk volna a kedvében járni, ez lesz egy Katán koncertünk délelőtt, egy családi koncert, gyerekeket várjuk sok szeretettel, illetve este esti koktél címmel egy nagyon izgalmas találkozás a táncművészetnek és a kávéházi sanzonoknak, kupléknak. Lesz terítéken a Balaton Szabadidős Konferencia Központ szabadtéri színpadán, ahol másnap lesz egy nagy bemutatónk. Kaposvári egyetemistákkal évek óta tartjuk, vagy fontosnak tartjuk azt, hogy bemutatkozhassanak. Ebben az évben is így lesz. Vinyánszky Attila rendezésében a János Vitézt tekinthetik meg. Ez egy nagyszabású produkció lesz a másodéves színész szakos hallgatók előadásában. És nem utolsó sorban, hanem számomra valahol egy picit első sorban is lesz egy nagyon szép előadás. 5-én. Ezért is mondom, hogy korosztálytól függetlenül mindenkire számítunk a Kisfaludi Színházi Fesztivál előadásain. A záró előadásunk az a Hárman a padon lesz, Egri Márta, Gálvölgyi János és Benedek Miklós szereplésével, és ez már az Anna Grandban lesz, mert ez egy intimebb történet természetesen, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. A Kisfaludi Színházi Fesztivál pontos programja a Füred TV képújságában is olvasható.